Az Európai Parlamenti Választás döntő kérdése az, hogy ki békepárti és ki háború párti, ezt mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök hozzátette, hogy a brüsszeli vezetők háborús spirálba kerültek, úgy beszélnek, mint akik a saját háborújukat vívják Oroszország ellen. A kormányfő úgy fogalmazott, hogy az lenne jó, ha a választópolgárok minél több békepárti politikus küldenének az Európai Parlamentbe. Orbán Viktor ismét leszögezte, hogy tűzszünetre és béketárgyalásra van szükség, és a század vezető elemzőjével folytatjuk. Köszönöm szépen, meg is érkezett már a stúdiumba Palóc André, jó napot kívánok! Üdvözlöm, köszöntöm a nézőket! A század készített egy friss felmérést a napokban, a magyaroknak a döntő többsége elutasítja azt a fajta nem csak kommunikációt, hanem tervet, amit több európai politikus is megfogalmazott, hogy aktívan vegyenek részt európai katonák az ukrán-orosz háborúban. De az Európa projektjük keretében végeztek egy európai kutatást is az elmúlt időszakban, sőt a briteket is mérték, nem csak uniós országokat, és ott az jött ki, hogy 67% ellenzi. Felmerül a kérdés, hogy akkor a politikusok, akik arról beszélnek, hogy Ukrajnába kell katonákat vinni, és hogy ez a mi háborunk, akkor kit vagy mit képviselnek? Jó a kérdés, és itt csatlakozik a kutatás, illetve az önfölvetése azzal, amire itt a felvezetőben utaltak, hogy miről beszélt a magyar miniszterelnök, hogy mostani európai parlamenti választásnak az egyik talán legnagyobb tétje, és ebből a szempontból kiugróan fontos és nagy jelentőségű választás európai szinten, hogy minél több olyan politikus küldjenek az Európai Parlamentbe, és legyen egy váltás adott esetben az európai politikában, aki a béke pártján van, vagy aki a béke irányába tolna el a brüsszeli vezetőket, és nem ezt a háborús hangulatot erősíteni. Azt látni egészen biztosan, hogy eltávolodik az európai elit a választók véleményétől, és erre utal, vagy ez a válasz arra, amit ön is itt érintett, hogy látunk egyfajta mondjuk, hogy szembenállást, gyakorlatilag mondjuk ki egyértelműen, kétharmada egyértelműen elutasítja az európaiaknak ezt a típusú háborús politikát Brüsszel részéről, mégis azt látni, hogy akár a franciának, akár más szereplők, és a brüsszeli vezetés az egyértelműen meg sorra próbál a háború irányába egyre több lépést tenni. Most volt uniós csúcs, amelyen a luxemburgi miniszterelnök beszélt arról, hogy azért kell több pénzt és fegyvert küldeni Ukrajnába, mert hogyha Oroszország legyőzi Ukrajnát, akkor nem áll meg a határnál, és úgy fogalmazott, hogy ezért ez a mi háborunk. A tévénézők is talán emlékeznek arról, hogy Charles háborús gazdaságról beszélt az uniós csúcson, és hogy a legfontosabb feladat a katonai segély gyors eljuttatása, a lőszerek gyorsított beszerzése. Az uniós csúcson napvilágot látott információk ön szerint mire utalnak? Mi szerint itt nagyon sok eszközt felhoznak. A befagyasztott orosz vagyonoknak a kamatából fizetnének, akkor bocsájtson ki az Európai Unió, akkor szerezzenek külföldről, harmadik országokból lőszereket. Ez azt jelenti, hogy minden lehetőséget megvizsgálnak, vagy pont, hogy az ellenkezőjét jelenti, hogy nem tudják, hogy melyik lehet a jó megoldás? A kicsit talán mindkettő, de leginkább úgy tűnik, hogy valóban tanástalanság van mármint a gyakorlat szempontjából, mert hogy azért világos is ki kell mondani, bár Európa tett ígéreteket arra, hogy mennyi lőszert fog legyártani, maga nem képes, erre látszik, a kapacitások nincsenek meg, és ami talán még riasztóbb, a meglévő készleteket gyakorlatilag a legtöbb nagy nyugat-európai ország átadta már Ukrajnának, tehát lényegében Európa önmaga már nem a jelenlegi formájában most, mondjuk úgy, hogy kevésbé van védő, védelmi képességének birtokában, mint volt korábban, a másik érdekes kérdés, amit ön is itt érint, hogy esetleg kívülről a harmadik szereplőtől több beszerezni. vásárolt most valahonnan 700 ezer tűzérségi lövedéket, így legalábbis így meg a saját. Így van, viszont ez meg továbbvetíti azt a mondjuk úgy, hogy nagyobb évű kérdést, hogy meddig tudja azt folytatni Brüsszel, hogy gyakorlatilag a jövőre vonatkozóan folyamatosan eladósítja az Európai Uniót, további hiteleket venne föl, azért cserébe, hogy tudjon akár finanszírozási, akár pedig fegyverbeli támogatást adni Ukrajnának. Nyilvánvaló, azért ezt érezzük, ez hosszú távon ebben a formában nem fenntartható. Erről is szól a nagyobb évű brüsszeli vita, amiben azt látjuk, hogy Magyarország folyamatosan próbál érvelni gyakorlatilag a racionális mentén, és szerintem ez, ez lesz a tétje majd az egyes tagországokban az Európa Parlamenti kampánynak, hogy hol, mekkora mértékben látja majd a politika, hogy a saját lakossága kérdőjelezi meg, ez a típusú, mondjuk úgy, hogy irány, amit képviseltek itt többen a háborút illetően, ez még nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Kollég István a Fidesz kommunikációs igazgatója tett közé az interneten egy videót, amiben arról beszél, hogy kiszivárgott információk szerint úgy alakítanák át az uniós döntéshozatalt, hogy bizonyos területeken az egyhangúságot megszüntetnék, ki jelenne például a külpolitika területe és a külpolitikai döntéseknél. És arról már korábban lehetett olvasni, hogy asztalon van egy olyan tervezet a bővítéssel kapcsolatban, hogy több sebességes Európa fokozatonként, ahogyan belépnek, vagy amilyen fokozatot elérnek a csatlakozni kívánó államok, úgy kapnak több jogokat, de ezzel párhuzamosan pedig a Vétójogat törölnék el. Milyen irányba mutatnak önök, vagy ön szerint ezek az információk, ezek a tervezetek? Ugye a legveszélyesebb az egésze kapcsolatban az, hogy úgy tűnik, hogy van egy olyan típusú gondolat a brüsszeli vezetésnél, hogy ha és amennyiben azt látni, hogy bizonyos szereplők, bizonyos tagállamok nem értenek egyet mindennel, amit a brüsszeli szeretne átverni rajtuk, akkor mondjuk úgy, és persze lehet ezt döntéshozatai reform címén hívni, de a gyakorlatban arról van szó, akkor vegyük el a döntési jogukat, ne szóhassanak bele, hanem egyszerűen tessék bologatni úgy, ahogy, ahogy ezt követelik a brüsszeli vezetők. Ugye erről szól valójában, csak ezt egy kicsit finomabban kell tálalni, hiszen ha itt tennénk fel a kérdést, akkor azt gondolom, hogy nagyon kevés választó gondolná úgy, szerte Európában, hogy ez így rendjén van. Mégis megpróbálják egy ilyen bújtatott formában átalakítani a döntéshozatot pont azért, hogy ne lehessen meggátolni azokat a típusú döntéseket, amelyeket próbálnak átverni most már időről időre az Unión az a jövő kérdés, és ezért gondolom, megint csak visszacsatolva a beszélgetésünk elejére, hogy mekkora tétje van a mostani választásoknak, mert ez is gyakorlatilag mondjuk úgy, hogy forró kockán, hogy sikerül-e ebből a szempontból váltani a politikán. Palóczándrénak köszönöm szépen, hogy itt volt és köszönöm a